A Mátyás iskolában ünnepi eseménynek leszünk tanúi, lehetünk tanúi. Hamarosan kezdődik a 3. B osztály, zöld szíves osztályá történő avatása. Erről az avatásról és az osztálynak az elért eredményéről kérdezem Morgovány Anikót, aki a Zöld Szív Egyesületnek az elnöke. Igen, így van. Ünneplőbe öltözött a szívem, és nem csak a zöld szívem, a piros szívem is. Hatalmas örömes számomra, hiszen utoljára 1990-es évek végén volt itt működő zöld szíves csoport, és most hála Istennek újra indul egy zöld szíves osztály. Azt tudni kell, hogy a Zöld Szív ifjúsági természetvédő mozgalom itt ebben az iskolában alakult 1989-ben, úgyhogy a Barátpatakot figyeltük a gyerekekkel, onnan indultunk aztán. Először a Barátpatak végén, a Dunáig, utána pedig országos, sőt nemzetközi szintre terebélyesedett a Zöld Szív Egyesület. Az, hogy egy osztály zöldszíves osztály legyen, ahhoz mit kell nekik teljesíteniük? 7 próbát kellett teljesíteniük, amire most már egy éve készülnek. Ezek között ilyen van, hogy vegyenek részt szelíd, megfigyelő, természetjáró túrán, végezzenek patakvizsgálatot, vízvizsgálatot, ismerjék meg a környék növény- és állatvilágát. Itt elsősorban a természetben felelhető vadvirágokra és vadon élő állatokra gondolunk. És az életmódjuk zöld szíveshez méltó legyen. Ez már szinte természetes, most már nagyon elterjedt, hogy a környezetvédelemre is figyeljenek, tehát gyűjtsék szelektíven hulladékot, ne szemeteljenek, ültessenek fát. Nos, ez mind természetes most már a zöld szíves osztály számára. Ugye egy harmadikos osztályról beszélünk, a 3. B-ről, ahol a gyerekek ugye 9-10 évesek körülbelül. Ez hogy fogadták ezt, hogy nekik zöld szívesség lehet válniuk? Hát szerintem nagyon nagy örömmel, majd látni is fogjátok, hogy hát sugárzik róluk az öröm. Annál is inkább, mert nagy várakozás előzte meg. Még tavaly júniusban forgattuk velük a Szerelmes Földön című tévéfilmet, amit a Duna TV forgatott velük, és hát akkor volt felvétel itt bent az osztályban, és különböző vizsgálatokat végeztünk, vízvizsgálatot, talajvizsgálatot, de utána pedig kimentünk velük a szurdokba, ahol megismerkedtek a zöldszíves szelíd módszerekkel. Ez azt jelenti, hogy a lehető legkevesebbet ártunk a természetnek, tehát mi mindenhez lehajolunk, letérdelünk, úgy nézzük meg a virágokat, úgy vizsgáljuk a vizet, megöleljük a fákat, tehát igyekszünk a lehető legkevesebbet ártani. Tehát minden élőlényt élőlény társunknak tekintünk, és ebben a szellemben neveljük a gyerekeket is. Az az érdekes, ugye, hogy országszerte működnek zöldszíves csoportok, és éppen ezekben a napokban nagyon sok gyerekcsoportban volt zöldszívesi avatás, és azt mondják a pedagógusok, hogy amelyik gyerek megszelídül így a lelkében, a természet iránt, azok általában egymás iránt is szelídebbek lesznek. Tehát kevesebb a csúnya beszéd, kevesebb a zsörtölődés. Tehát akkor ez nem csak környezetvédelem, hanem egyfajta életmódváltozás és változtatás is. Ez abszolút így van. Egy lelki folyamat szelidülése, és nagyon szeretetteljes az egész folyamat. Úgyhogy az emblémánk is ezt fejezi ki, ez a zöld szív. Ugye a zöld szín az a természet színe, a szív alak az, hogy mi érzelmeinkkel közeledünk a természet felé, és így próbáljuk azt megvédeni, és van egy kis mosolygós arca, amely pedig a gyerekeknek a nevelésére utal. Most, hogy így ez az osztály zöldszíves osztály lesz, ez a jövőre nézve mit jelent? Tehát gondolom, hogy lesznek még feladataik, vagy valamilyen fajta célkitűzések? Azon túl, hogy rendszeresen szervezünk nekik programokat, egyrészt az országos zöldszíves programokba vonjuk be őket, mint például áprilisban a Margit-szigeten várjuk majd a zöldszíves csoportokat, többek között ezt az osztályt is, ahol több helyszínen lesznek programjaink, a Duna vízvizsgálatottól kezdve, komposztálás, megfigyelés és kulturális programok ott Margit-szigeten, ugye a Kolostornak a megismerése és így tovább. De ezen túl én hiszem, és a tapasztalatom is ezt mutatják, hogy ez egy életre szóló folyamat lesz. A hajdanán zöldszívesi avatott gyerekek, akik ma már fiatal felnőttek, ebben a szellemben nevelik a gyerekeiket, és ők is ebben a szellemben igyekeznek élni. Hogy vetted észre ez, hogy most egy osztály elérte ezt a nem kis címet, kitüntetést mondhatjuk? Ez vajon inspiráló lakhat-e a többiekre?
Én nagyon remélem, de mindesetre a szülőkre is biztosan, hiszen majd meg fogjátok látni, hogy nagyon sok szülő eljött, sőt volt, aki úgy mutatkozott be, hogy én tanítottam annak gyerekként, és íme egy élő példa, hogy ő a gyerekét is így neveli. De nagyon remélem, hogy ezek a gyerekek majd kisugározzák ezt a szemléletet, és az igazgató úr már megígérte, hogy újra ki fog kerülni az iskolára a zöldszíves tábla, mint ahogy volt egykoron. Hát nagyon szépen köszönöm, és nagyon gratulálok ehhez a nem kis teljesítményhez, neked is, az osztálynak is, és további sikeres zöldszíves munkálkodást kívánok. És várjuk a többi zöldszíves csoportnak a jelentkezését, akár az óvodákban, akár a többi iskolából, hiszen országszerte működnek óvodákban és iskolákban zöldszíves csoportok, úgyhogy miért pont Pomász maradjon ki? Várjuk őket szeretettel. Dr. Viktor András is a Zöldszív Egyesület lelke, pontosabban az elnök helyettese. Azt kérdezném öntől, az Anikóval beszéltünk, hogy ugye most egy osztály zöldszíves lesz. Öntől azt kérdezném, hogy úgy egyébként ez a zöldszív mozgalom, ez mit akar, ez mit jelent? A zöldszív 31-2 évvel ezelőtt alakult meg, már elég régen. Ez a környezetvédelmi, természetvédelmi egyesületek között azért különös helyű, mert gyerekeknek szól. És mint hogy gyerekeknek szól, a hangsúlyt nem a tudományra és a racionalitásra helyezi, hanem az érzelmekre és a személyes kapcsolatra, szubjektív dolgokra. Tehát ez azt mondja, hogy nem tagadja a tudományt, de nem azon van a hangsúly, hanem azon, hogy szeresd, vedd észre, őrizd, ápold, gondozd, vedd védnökség alá, törődj vele, fényképezd le, rajzolod le, készítsél róla a képet. Tehát mindenképpen valami fajta érzelmi töltés van a tevékenységében. Ez kiemeli a többi ilyen egyesület közül, de érthető, mert hiszen gyerekeknek szól. Tehát ha jól értelmezem, akkor ez egy olyan fajta célkitűzés, hogy az, ami régen részesei voltunk ugye a természetnek, próbáljuk meg újból azzá válni. Ez mindenképpen benne van, mert ugye azt mondtam az előbb is, hogy vedd védnökség alá, fogadj örökbe egy rétet, egy fát, egy patakot, bármit fogadj örökbe. Igen, igen. Tehát legyél gazdája valamilyen szempontból annak a természetnek, amiben benne élsz. Így van. Ez benne van. Ugye, mert most így nekem önkénten az jut eszembe, hogy ugye a természeti népekről általában azt tartják, hogy az életük valamivel teljesebb vagy boldogabb. Tehát, és itt most nem a komfortról beszélek, hanem azáltal, hogy a természettel szimbiózisban élnek, valamivel teljesebb az életük. Szerintem is így van, mert az, hogy én szeretettel viszonyulok a körülöttem lévő növényekhez, állatokhoz, ez mindenképpen azt jelenti, hogy ennyivel teljesebb az én életem, gazdagabb az én életem, mert nem csak racionálisan, nem csak ésszel viszonyulok a világhoz, hanem szívvel is. És ezt még egy kérdés erejéig térjünk vissza, hogy mit jelent, hogy ne tudományos alapokon vizsgálják a természetet, hanem valamilyen más megközelítésben? Mi vizsgáljuk tudományos alapon is. Tehát van egy nagy vízvizsgáló programunk, ami, ha úgy tetszik, tudományos, mert mérünk. Tehát nem tagadja a tudományt a zöldszív, csak nem azon van a hangsúly. A vízvizsgálatoknál is nem az az igazán lényeges, hogy hány milliméter, hány kilogram, hány. Tehát nem a számérték a lényeg, hanem az, hogy valamit ő gondjaiba vesz, odafigyel, rendszeresen figyeli, rendszeresen méri. Tehát ott is valamifajta személyes kapcsolat a lényeg. Itt azért ugye említette, hogy ez most már immáron 30 éves, ugye ez a zöld szív, hogy a 30 év alatt elért eredmények, tehát és itt most akár a vízvizsgálatnál, tehát az elért kutatási eredmények, vagy az elért felfedezések, azok megmutatkoznak-e egyébként az élet más vonulatain? Mint hogy ez egy érzelmi alapú mozgalom, ez azt jelenti, hogy ennek a távoli hatása, ahogy teszik, pedagógiai. Tehát ez egy nevelő mozgalom. Úgyhogy előttünk lévő években a hatása abban mutatkozik, hogy valaki felnőtt korában is másképpen viszonyul a világhoz és a természethez, mint általában az emberek. Tehát nem olyan értelemben érünk el sikert, hogy valami fajta méréssel mi rávilágítottunk arra, hogy na itt valami szennyeződés történt. Bár ilyenre is volt pár példa, hogy zöldszívesek tiltakoztak természetkárosítás ellen. De igazán a hangsúly az azon van, hogy
Hát már lényegében már mondtam, úgyhogy csak ismételni tudnám. Tehát, hogy egyfajta más embertípust próbáljunk meg a gyerekekből nevelni. Igen, más embertípust, igen. Szelidebb, szívbélibb, jobb, békésebb embert szeretnénk nevelni. Hát nagyon szépen köszönöm, és csak gratulálok ehhez a törekvéshez, és sok sikert kívánok, és azt meg szívemből szeretném, hogy még sok ilyen zöld osztályt lehessen avatni minden iskolában. Én is ezt kívánom. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Elérkezett a zöld szív napi avatás, de ma, ki tudja, hogy ma milyen világnap van még? A vízvilágnapja. Így van, úgyhogy kettős ünnepet ünneplünk, sőt hármas, mert ti ma lesztek igazi zöld szívesek. Pedig már egy éve készültök rá, igaz? Igen. Emlékeztek rá. Minden levele egy-egy gyermek gonddal nevelve. És gyermek minden ágacskája szeretettel tekint föl rája. Szeresd a fát. Édes gyümölcsét várva várod, s mégis letépnéd a virágot. Szegény virág, gyorsan elszárad, s te bánkodol majd, később bánnat. Ne bántsd a fát. Megtépett fának nincs virága, mint a vak, úgy néz a világba. Oly bús a fa, a tördel tépet, mint anyád, ha elvesztene téged. Ne bántsd a fát. Falombok közt viharba vízbe, lám meg se ring, madárka fészke. Fáradt, ha vagy, leülsz alája, s elszenderít madárdanája. Ne bántsd a fát. Mind, akik fákat ültetének, sírjukra szálljon hálaének. Ásóval is költők valának, szép lombos fákról álmodának. Szeresd a fát! Mivel ma van a víz világnapja, mi nemrégiben tanultunk a Tiszából egy részletet, most akkor az első két versszakot én mondjátok el, jó? Petőfi Sándor. Énekeljük el a legkés dalunkat. Emlékeztek, hogy jól voltunk a szultóban, nagyon sokan felépítettünk legkét, akkor róla fogunk énekelni. Alex? Úgy kezdődött, hogy egyszer bejöttek ide a Nikó néniék, és akkor mi rajzoltunk a zöld szívvel kapcsolatos valamilyen rajzot, amilyet készítettünk, és az ugyanúgy azt is tévére vették, és így kezdődött el.
És melyik filmben szerepeltetek? Emlékeztek a címére? Duna TV. Igen. És mi volt a filmnek a címe? Szerelmes földrajz. Igen, igen. És az egész országban látták, de még az országhatárokon kívül is képzeljétek el. Jöttek visszajelzések. Angliából is, hogy látták. Bizony. Úgyhogy ilyen világhíresek lettetek. Na és milyen kegyes volt hozzánk a természet, ugye, mert eredetileg a térések azt kérték, hogy csak 10 gyerek jöjjön ki a szurdokba, és ott készítenek velük egy kis műsort. Erre föl mit kevert a természet bele? Hatalmas zuhé volt aznap, ezért aztán minden gyerek szerepelt itt bent az osztályteremben, és utána minden gyerek ki tudott jönni a szurdokba, és ott zöldszíves, szelíd módszerekkel ismerkedtünk. Emlékeztek még rá, hogy milyen zöldszíves módszerek voltak azok? Mi mindent csináltunk ottként? Szelídítettünk lepkét. Azt is, igen. Alex? Megmértük az egyik pataknak a hőmérsékletét. Nagyon jó. Megnéztünk egy bokorban lévő gyíkot, de nem oda szaladtunk és oda kiabáltunk neki, hanem szépen csak csendben megnéztük. Nagyon jó, tökéletes. Mert hogy mi a zöldszíves szelíd módszernek a lényege? Azt ki tudna nekem elmondani? Hogy nem felteszed a kezedre, hanem leteszed például az ujjadat, és hagyod, hogy ez az állat felállítszunk. Igen, így van. Tehát nem erőszakkal akarjuk megfogni, hanem felkínáljuk a barátságunkat, és megvárjuk, amíg elfogadja, és ő maga válasz bennünket. És soha nem lehet kiabálni, vagy akkor elfut az állat, vagy csak elbújik. Igen, nem szép szeliden, csendesen. Legyünk, ugye, hogy ne zavarjuk el őket, ne ijesszük meg az erdőmező lakóit, hiszen mi megyünk hozzájuk vendégségbe. Azt mondják nekem a tanítónénik, tanárnénik, óvónénik, szerte az országban működnek zöldszíves csoportok, hogy amelyik gyerek ilyen szelíd lesz a természethez, az egymáshoz is szelidebb lesz. Hogy ebben sikerült változnotok? Ez az utolsó pont itt a 7 pontban. Sikerült szelidebbnek lenni, barátságosabbnak lenni egymáshoz? Hogy mit tapasztaltatok erről? Szeretném, hogy elmondanátok. Hogy több barátaink lettek, és nem futottak el előlünk senki, hanem inkább barátkoztak velünk. Igen, és az osztályon belül történt barátkozás, szelidítés, aki régebben hangosabb volt, az kicsit szelidült? Attila, Alex? Mit gondolsz róla? Igen. Igen? Mert például ugye jött Geri. Igen. Ő ugye nemrég jött. És hát egyből betalált. Úgy érezte magát, szerintem, hogy nagyon kedves gyerek, okos is. Igen? És barátságos is. Nagyon jó. Egyből betalált. Egyből betalált. Geri, neked mi a véleményed erről? Milyen közösségre találtál itt? Jó. Jó. Ennek örülök. És kicsit bővebben. Nagyon jó. Kicsit kedves, aranyos. Barátságos gyerekek? Olyan igazi zöldszívesek. Nagyon jó. Na, hát egy nagyon komoly próbatételen mentetek keresztül, ugye? Itt van a 7 próba felírva. Úgyhogy kérem a zöldszíves kollégáimat is, társaimat, hogy kérdezgessetek bele, hogy miket tanultak a gyerekek. Az első pont ugye az volt, hogy vegyetek részt szerint természeti járáson, ismerkedjetek meg környéketek természeti értékeivel, ne zavarjátok a vadvilág nyugalmát, vigyetek magatokkal nagyítót, távcsőt, határozókat, rajzoljátok, festétek le az élményeiteket. Hát ez megtörtént szerintetek? Igen. Igen. Erről Viktor András bácsi is tudna beszélni, hiszen ott volt, tanulja volt. Hát meg a múltkor volt szó arról, hogy nektek már van vérenc fátok. Igen. De arra emlékszem, hogy akkor még nem tudtátok, hogy ez milyen fa. Csak az, hogy a vérencetek. Sikerültek ideíteni. Igen, milyen? Igen, kör is? És a Szilvinén is súgott, a kör is fa. A kör is. Ezt jegyezzetek, mondjátok el együtt, milyen fa? Kőrisfa, kőrisfa. Majd legközelebb, mutassátok meg nekünk is. Mutassátok meg majd nekünk is, jó? És akkor megnézzük, hogy milyen a levele, milyen a törzse, milyen a rajzolata, milyen a formája.
Tehát egy kicsit megismerkedünk vele, egy zöldszíves foglalkozáson, jó? Na nézzük a második pontot, tehát ezt kipipálva látom, meg is kaptátok rá a zöldszíves matricát. Következő. Ismeretek meg legalább 10 környékbeli vadon élő állatot, 10 vadvirágot és 5 erdőben élő fát. Tanuljátok meg a nevüket. Hát akkor Szilvinét kérem, hogy kérdezz a gyerekeket, hogy miért tanultak, milyenek ismerik a nevét. Környékbeli fa. Erika néni, merre jártatok? Szűrtóhoz voltunk, igen. Aztán a Domszki-tónál. Igen. És ennyi. Jó. Meg Szentendrén a Dunaparton. Jó. Akkor már is tudom, hogy mit kell kérdezni. Köszönöm, Erika néni. Szurdok, ahol mértétek a vizet, tudjátok, ott abban a gyönyörű nagy partfalon voltak olyan hatalmas, szürke, magas törzsű fák. Arra emlékeztek? Igen. És azokat hogy hívták? No? Nagyon szuper. Amikor mentetek be a szurdokba, ott volt egy csodás rét és egy tűzrakóhely. Arra emlékeztek, hogy ott a tűzrakóhely környékén milyen fa van? Tűzrakóhely környékén. Szerintem a tűzrakóhely környékén nem jártunk. Nem raktunk tűzre. Jó, ahogy megyünk be a szurdokba, ott volt egy olyan fa, mikor voltatok? Bocsánat. Melyik évszakban? Ősszel voltunk. Ajaj. Egy olyan fa, ugye mivel Mátyás király iskola vagyunk, tudjátok, Mátyás királynak is volt koszorúja, de nem babérból, hanem ennek a fának a leveléből. És ilyen alakú a fa levele. Az melyik lehetett? Töltyfa. Szuper ügyesek vagytok. Szuper ügyesek vagytok. Elárulom, hogy a tűzrakó hely fölött egy juharfa van. Tudjátok, az a juharfa, aminek ilyen tenyeres a levele. Az amerikaiak, tudjátok, abból csinálják a juharszirupot. Na, akkor sikeresen vizsgáztak, kedves résztvevők? Én sem voltam erre felkészítve, én is voltam a címet, úgyhogy nincs itt semmi. Na, igen. Anikó néni vitt. Tökéletes szerintem. András, kérdezzél meg, igen. De kérdezzél meg a gyerekektől, vadvirágot. Jó, nekem megint csak az jön eszembe, hogy még emlékeztek arra, hogy milyen fa védett fátok? Hát csak ismétlés a tudás anyukája, úgyhogy azt mondják el. Még valami védett állatról, vagy növényről, fáról? Igen, igen. Vadon élő növények, állatok. Tehát amit nem az ember gondolsz, hanem hogy maguktól is megélnek. Na, tudtok-e mondani? Harangvirág. Mi? Harangvirág. Nagyon jó. Jó, aztán? Ibolyák. Az is jó, igen. Boglárka. Igen. Az jó lenne, hogy a virágot mondottok, akkor mindig tejtek hozzá, hogy milyen színű boglárka. Fehér. Sárga. Pingpong, milyen színű? Fehér. Pingpong? Mi? Hát amit el lehet fújni, azt. Nagyon jó. És amíg virágzik. A virága? Hát most virágzik mindenhol. Sárga. Persze, igen, sárga. Igen, igen, igen. És kamilla. Az is. Milyen színű? Sárga. És fehér. Igen. Százszor szép. Igen. És az milyen színű? Fehér és sárga. Belül sárga. Igen. Meg néha kicsit rózsaszín is. És te? Hóvirág. Az fehér. Igen. A fiúkat is kérdezik, ők is ügyesek. Vadrózsa. Vadrózsa. Színek? Rózsaszín. Rózsaszínes, igen. Mókus. Mókus? Átjátok, nem baj, nem baj. Átjátok az állapokra. Nagyon jó. Őzike, az is az én vadvirágom. Miről ismered meg az őzikét, mint az nem a szarva? Nincs a nagy gancsa, igen. És melyiknek van kis folt a fenekén? Az őznek. Az őznek. Hátulról minden őzet fel lehet ismerni, meg kis foltok vannak a fenekén. És te mit akarsz mondani? Ja, csak azt szerettem volna mondani, hogy szerintem még a rúgva is. A rúgva is vadon élő, vajon? Azt akartad mondani? Igen. Igen. Színét azt tudjuk. Igen, vörös. Vörös égítés. Vaddisznó. Vaddisznó. Aztán? Csak így szedjük a rúgva. Farkas. 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 Jaj, nincs. Hát van. Nem sokára ott lesznek. Nem van. Medve. Ha igen, és? Denever. Denever. Pada. Mozog, szarjas. Hát gyerekek, rengeteg állatot ismertek. Kiválom.
Nyúl, az is van. Nagyon jó, köszönjük. Meg vagyok győzve. Nagyon-nagyon ügyesek vagytok, tapsoljátok meg őket. Kérdezem itt a zsűritagokat, hogy átmentek a vizsgán ezen a kettes ponton, gyerekek? Átmentek. Nagyszerűen. Közben hadd mutassam be itt a zsűritagjait, jó? Ketten ebből az iskolából való. Varga Ildikó tanárnéni, aki a felső tagozatos igazgatóhelyettes. Ásné Horváth Szilvia, ő pedig a felső tagozatban biológiát tanít, majd fogtok vele találkozni pár év múlva, ha felsősök lesztek. És akkor dr. Viktor András, a Zöld Szív alelnöke, biológus, vízkémikus, környezeti nevelő, zenész, sok minden. Dr. Nemes András, a Zöld Szív nagy tanácsának a tagja, egyetemi tanár, ügyvéd, azon kívül szintén zenész, gyönyörűen játszik harmonikán, és Hardi Péter úr, ő pedig az önkormányzat tagja, alpolgármester helyettes, nagy környezetvédő. És a támogatótok, majd elmondom, hogy miért támogatótok a végén. Nos, ez is megvolt. Jó, akkor nézhetjük a következő pontot? Nagyon jó. Vegyetek részt természet- és környezetvédelmi akciókban, például vízvizsgálat, madármegfigyelés, faültetés, pataktisztítás, komposztálás, készítsetek róla rajzot, fotót, feljegyzéseket. Hát ezek közül már egy csomót teljesítettetek, ugye? Ezek közül mit teljesítettetek már? Kit nem hallottam még? Hú, az olyan gyönyörű rajzokat készítettetek, hogy na, csak nekem van egy gyűjtemény a rajzaitokból. És azt még nem is mondtuk, hogy volt rajzkiállításon is a rajzotok, ugye? Minden gyereknek ott volt a rajz, olyan szépek voltak. És a Péter bácsi is támogatott benneteket, az árvácskákkal gondoztátok azokat egy darabig, igen? Jól van akkor, jó, jó, jó. Mit, ebben a pontban mit teljesítettetek már? Vízvizsgálaton is voltatok, igen, ott kint a szurdokban, a patakparton. Igen, azt is, hiszen van már fátok. Alex? Azt is azt akartam. És akkor most mondom a jó hírt, hogy megyünk majd újabb vízvizsgálatra, méghozzá tudjátok hova? Budapestre, a Margit szigetre. Mikor lesz az időpontja, András bácsi? Áprilisban. Áprilisban, majd egész pontosan meg fogjuk tudni mondani. Talán igen, mert András bácsinak mindig van naptárja készenlétben. És ott a Margit szigeten, különböző helyszíneken fogunk majd zöld szívezni. Szeretettel meghívom a jelenlévőket, mindenkit, jó? Akár csoportvezetőnek, mert több csoportban szoktunk dolgozni. András bácsi általában a Duna partján, a Duna vizéből veszik ki a vizet, és ott mindjárt különböző vízvizsgálatokat végeztet, vagy csináltok együtt vele. De aztán vannak kémiai vizsgálatok, van növénymegfigyelés, van komposztálás, gyakorlás. Sőt, András bácsi most bejelentkezett még egy dologra. Mit szeretném még csinálni a gyerekekkel? Én ilyen ökológiai vizsgálatot. Az ökológia az egy olyan tudomány, amely azzal foglalkozik, hogy növények, állatok, kövek, levegő, víz hogyan él együtt. Az együtt élés, együtt létezés tudománya. Tehát azt szeretném megnézni, hogy a Margit szigeten mennyire természetes a világ. A növények, az állatok, a kövek, a víz, a levegő mennyire természetes. Én pedig egy kulturális, izgalmas, történelmi sétára foglak hívni benneteket. Tudjátok, hogy a Margit szigeten volt Szent Margit királylánynak az a kolostora, ahol ő nevelkedett, és megvan még a kolostornak, megvannak a romjai, és ott azt fogjuk felfedezni mindenféle érdekes játékkal, izgalmas titokkereséssel. Úgyhogy van kedvetek? Jöttök? Igen! A szülőket is szeretettel, várjuk, a tanítónéniket is szeretettel várjuk, Erika nét, Marci nénit. És mindenki mást, jó? Szilvi nénit, Ildikó nénit, mindenkit, jó? Na nézzük a következő pontot, azt mondja, hogy ismerjétek meg a Zöld Szív 10 pontját, megismerjétek a Zöld Szív 10 pontját? Igen! Az is ugye már réges-rég volt, egy éve oda ki van ragasztva nektek, csak egyet-kettőt mondjatok belőle, mit csinál egy zöld szíves, mit kell neki? Esküdj, sózza, jó levegőt! Helyes, jól van? Akkor még a fiúkat kérdezem. A természetet. Igen, jó. Alex? Te is ezt akartad? Mindig azt mondom, hogy jelentkezel másik Alex Attila? Véd a természetet. Valami konkrétabban? Akkor kezdjük, jó?
véd a vadon élő állatokat és vadvirágokat. Nagyon jó. Véd a folyók, tavak, vizét. Tökéletes. Szinte szóról szóra. Szeresd. Most a lányok jönnek. Szeresd a vadon élő virágokat, fákat, virágokat. A zöld szívesek mit nem csinálnak? Mondjad? Így van, így van. Lehajolnak, megszagolják, megnézik, megsimogatják, meghatározzák. Jó, van még? Ültessek fát és vigyázzák. És ez már meg is történt, igaz? Ügyesek vagytok. Nagyon, mehetünk a következőre, választotok magatoknak védencet, akkor ez már meg is történt, igaz? Vagy a ti védencetek a milyen fa? Jó. Jó. Hatodik pont, tanuljatok meg egy néhány népdalt, verset, mesét, ami a természetről szól. Ez is megtörtént, hiszen gyönyörűen elmondtátok a Tiszáról a verset, vagy a másik tudtok egy rovás írást. Gyakoroltatok már? Vagy még csak most következik? Aha. Nagyon jó, mert ez is egy pont, valóban. Ott van, helyes. Jó. Anner bácsi szépen tud rovás írni. Ő is az őszíves létében tanulta meg, úgyhogy szépen levizsgázott belőle. És a hetedik pontról is már beszéltetek, hogy legyetek türelmesek, szeretetteljesek, barátságosak egymással. Ez is meg most már mindenkinek? Kivétel nélkül? Nagyon örülök. Jó, akkor van-e még valakinek valami kérdése? Hozzátok? Van, amit szeretnétek-e még elmondani? Van, megtenni a kérdést. Ja, naplótok is van. Ott van a kívül a legtetején az a győztes napló. Az. Ez? Ja, igen, mert a másik meg ott fordítva. Igen. Mert a gyerekek zöldszeres naplót is vezettek most már több hónapja. Hát nézzük akkor, ó, de szép egy bangok idézet. Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget. Igaz ez? Igen. Szeretem is, mert hogy mi András bácsival, meg a többiekkel is valljuk azt, hogy a kicsi szép, igaz? Rá tudunk csodálkozni a járda repedésből kinyíló pici kis virágra, vagy akár egy fűszára is, vagy egy szép felhőre az égen is rácsodálkozunk. Itt látom, itt van egy szép fotó, egy közös kép rólatok, amikor a szurdokban voltunk kint. Vagy a, igen, talán ott igen. Akkor itt is le is rajzoltátok a természeti járás, a szurdoknak a kis patakját, meg a hídját. Itt van egy kép, mutatom a zsűritagoknak is, ami bizonyítja, hogy ott kint a patakban bizony vizet is vizsgáltak a gyerekek. Marcsi néni, Erika néni is segített, itt éppen a víznek a pH-ját néztétek. Aztán itt pedig mit néztetek? Itt látom, Alex van a képen. Mit vizsgáltál itt? A víznek a... Ez a... Így van, a hőmérsékletét. És milyennek találtad? Milyen volt a hőmérséklete? Ideg. Így van. Ó, hát itt pedig megtanulták az öt vadon élő fának a neveit. Itt például egy... Milyen fát rajzoltatok itt le? Egy... Akác. Akácfát, igen. Itt egy... Fenyő. Fenyőt. És akkor fiúkat is kérdezem. Ez itt egy fiúk. Tölgy. Ez itt egy tölgy, és milyen gyönyörű. Nézzétek meg, milyen színesre rajzolták a leveleit. Színes, gyönyörű. És nézd meg, de a formája is, a Szilvinét képzeljük, mint biológia tanár, megfelel a formája? Nagyon jó. Mehetnek ötödikbe, hatodikbe? Hát én már úgy. Jó. Ez pedig, hú, ez melyik fának a levele, ki ismeri meg? Az előbb mondtátok, szép szürke a törzse. A bükkfának. Jó, és akkor itt tovább, és itt tovább. Jó, ide gyönyörű, itt jönnek az állatok, ezeket meg tudjátok-e nevezni. Mi ez a felső? Ez egy? Fácán. Fácán. Az alsó? Hű, ez nagy tudás kell, hogy valaki ezt megmondja, hogy ez micsoda. Hát ahhoz nem elég fekete, majd még kicsit feketülnie kell. András bácsi, mint madarász? Hát lehet egerészhőv is, de... Ez inkább egy... Én azt hittem, hogy ez kakuk. Én is azt hittem, hogy ez egy kakuk. Nem kakuk? Szerintem is kakuk. Kakuk, hát akkor. Jó, köszönöm. És akkor itt mik vannak? Mondjátok gyorsan. Jó, szárvány. Nekem is van egy kérdésem a bükkfáról. Tudjátok, mi ez a bikmak? Bikmak. Igen. A bükkfának. Tökéletes. Bükkmag, ja, bükkmag, igen. Ettetek már bükkmagot? Nem.
Hát most, ha megyünk. Hát egyszer kimegyünk legelészni az erdőbe. Nagyon finom. Nagyon finom. Nézzetek meg, ahogy itt a faültetésről készültek a képek. Mutatom itt is. Faültetés képei. Nagyon ügyesek voltatok. Ezek még mindig azok. Igen. Azután közreadom ezt a füzetet, jó? Hogy megnézzétek. És akkor azt mondja, jaj, decemberben zöld karácsonyt rendeztetek, termésekből ajándékokat, zöldszíves kívánságok, na hát még ilyenek is vannak. Milyen kívánságok voltak? Emlékeztek még rá? Így fejből? Majd segítek, hogy mit értetek. Többet kínálunk. Ez az első pont, így van, igen. Hogy ne dobjunk el ilyen műanyagot, és inkább kulacsba vigyük a vizet, és úgy van, nagyon jó, jó. Aztán ilyeneket írtatok, hogy vigyázzunk a természetre, több zöldséget együnk, komposztáljunk, kerüljük a chipseket, édes üdítőket, ó, még az egészséges életmódra is odafigyelnek. Tessék, nagyon-nagyon jó. Jó, és ezt kitábrázoltatok itt? Emma. Ez az Emma? Igen? Ez a jelmezbár? Ja, nagyon jó. Itt a farsangi képek, nagyon jó. Itt egy fiú is van. Ő kicsoda? Az a Dominik kukaszörnyek. Igen? Nagyon aranyos. Jól van. Itt már jön a tavasz. Ah, ismeritek a tavaszi szélvizet ára? Igen. Elénekelhetjük? András bácsi? Még a szülők is bekapcsolódtak. Köszönjük. Ez egy nagyon szép befejezés szerintem ennek a résznek. Egyrészt zöldszíves és tavaszi is, meg a vízvilági napjához is kapcsolódik. Úgyhogy szerintem most már következhet a fogadalomtétel. Erika nénit kérjük meg, hogy segítsen nekünk ebben. És ez álljunk fel mindannyian, jó? Büszke vagyok arra, hogy zöld szíves vagyok. És másoknak is példát mutatok. Köszönjük szépen. És most pedig az ünnepélyes zöld szíves igazolvány átadása következik. Akinek a nevét mondom, az ő ide hozzánk, jó? Abonyi Mihály.
Andrejkovics Natasa. Köszönöm.
beráértattátok oda. Nézd meg, beragadtál. Szerintem... Igen, ez hozzám. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, mint zöldszívesek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Pomázon zöldszívesek vannak. Köszönjük ezt Anikó néninek, köszönjük a felkészítő pedagógusoknak, és köszönjük a szülőknek is, hogy figyelmet fordítanak arra, és engedik, hogy a gyerekeik zöldszívesekké váljanak. Biztos sokszor elmondták, bár nektek én is elmondom, ti vagytok a jövő nemzedéke, jövő generációja, és rajtatok múlik az, a szemléleteteken, hogy hogyan viszonyultuk a természethez, az, hogy milyen jövőnk lesz. Nekünk is, akik már többé-kevésbé kifele megyünk, de nektek is, akiknek majd gyerekeitek lesznek, az, hogy milyen világban fogtok tudni élni, egyáltalán élhető lesz az a világ, amit mi korábbi generációk sajnos valamilyen szinten elrontottunk, mert túlhasználjuk, mert fölösleges dolgokat gyűjtögetünk, stb. Stb. Biztos erről már nagyon sokat beszéltek nektek a pedagógusaitok. De ti viszont megváltoztathatjátok ezt a világot. Élhetővé hagyhatjátok, és ennek a titka, ennek a záloga az, hogy szeretitek az állatokat, a növényeket, ahogy a fogadalmatokban is van.
nem tépitek le, az állatokat nem bántjátok, hanem ugye, hogy ezt a, azt hiszem, hogy András bácsi használta ezt a talán még egy kicsit számotokra idegen kifejezést, hogy ökológikus szempontok szerint élhettek. Ez egy görög eredetű szó, ez tulajdonképpen a teljességet, az egészet, az oikoszt jelenti. Minden mindennel összefügg, az is, hogy ti hogyan viszonyultok a világhoz, és az is, hogy milyen jövőtök lesz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, tartsátok meg a fogadalmaitokat, éljetek azt szerint, és hogyha mi felnőttek, vétünk ez ellen, akkor nyugodtan szóljatok ránk, ne dobálja el valaki a szemetet, ne halmozza azokat a javakat, amire valójában esetleg nincs is szüksége, hanem tanítsatok bennünket igazi zöld szívesként. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálni. Jelképes ajándéként. Ugye említette Anikó néni is, hogy mentek kirándulni, úgyhogy fogadjátok szeretettel ez egy jelképes hozzájárulást. Úgyis lesz elég kiadás, hogy mindent talán egy picit hozzájárulásra. Nem tudom, kinek adhatom át tanulni. Köszönjük.